Az ukrán parlament a tegnapi napon törölte az ukrán alkotmányból a mentelmi jogra vonatkozó részt. Ezzel Ukrajna is csatlakozott azon európai államokhoz, ahol ma már nincs mentelmi jog. Magyarországon hosszú évek óta, sőt mondhatom, most már évtizedek óta ígérgetik a pártok a mentelmi jog eltörlését. Ehhez képest valójában a parlamenti képviselettel rendelkező pártok közül a Mi Hazánk mozgalom az egyetlen egy párt, amely a mentelmi jog minden formáját a gyakorlatban is ellenzi. Felszólítjuk a magyarországi pártokat, hogy csatlakozzanak a Mi Hazánk mozgalomhoz, és töröljük el Magyarországon is a mentelmi jogot. Nem is értem, megmondom őszintén, hogy nem is értem, hogy miért van mentelmi jog egyáltalán, mi szükség van a mentelmi jogra. Rengeteget árt a magyar politika megítélésének, hogy van Magyarországon mentelmi jog, hiszen én magam is jó példa vagyok arra, hogy parlamenti képviselői csoportunk is van, és még sincs, nem illet meg engem a mentelmi jog, tehát nincs ilyen jellegű védelmem, és még azt sem mondhatom, hogy nem támadnak, rengeteg támadást kapok jobbról-balról, és mégis tudok a közéleti tevékenységem során minden küzdelemben részt venni, mentelmi jog nélkül is, tehát nem hiszem, hogy ilyen jellegű védelemre szüksége van a politikusoknak. Szeretnénk, hogyha mind a magukat ellenzékinek mondó pártok, mind a kormánypártok csatlakoznának a Mi Hazánk mozgalom azon kezdeményezéséhez, hogy ugyanúgy, mint ahogy 2012-ben Szlovákiában valamennyi parlamenti képviselettel rendelkező párt meg tudott egyezni abban, hogy közösen töröljék a mentelmi jogot, ugyanígy Magyarországon valamennyi pártot felszólítjuk, írásban is meg fogjuk őket keresni, hogy csatlakozzanak a Mi Hazánk mozgalom azon kezdeményezéséhez, hogy végleg töröljük el a mentelmi jog minden formáját Magyarországon. Ehhez, hogyha a parlamenti pártok csatlakoznak, akkor ezt a következő plenáris ülésen akár már a magyar parlament is meg tudná tenni. Szégyennek tartom, hogy a nyíltan maffia államként működő Ukrajnában az ukrán parlament el tudta törölni a mentelmi jogot, Magyarországon pedig a Mi Hazánk mozgalom továbbra is egyedüliként képviselni a mentelmi jog eltörlésének az ügyét.